a közforgalmi hajózási tevékenységet folytató engedélyesek számára nem teszi kötelezővé a jövőben a szolgáltatást a magyar közönyben közzétenni, elegendő lesz a kötelezettséget internetes felületen teljesíteni. Tehát ez mindenképpen az, hogy az elektronikus adatforgalom felé való ellépés, ezt egy kifejezetten pozitív dolognak tartjuk a jogharmonizáción túl. Az, hogy a légiközlekedés mintájára kielégészülnek a biztonsági szervezetre vonatkozóan, és ez igaz a MÁV-ra és a többi rendszerre is, hogy egy egységes rendszerben adott szabályokkal, adott személyi körre, vagy magára a biztonsági szervezetre, vagy tehát egyáltalán, hogy ki köteles fenntartani, akár szervezetet, akár személyt alkalmazni, vagy ezt megoldhatja valamilyen más formában. Amivel nekünk nem is gondunk, némi fenntartásunk van, és gondolom, hogy államtitkár úr emlékszik rá, habár nem ehhez a tárcához tartozik, tehát amikor azt mondja ki, hogy a szankció. Mi egy kicsit ezt az 1 millió forintos és a 20 millió forintos aggályunk van, pont azért, mert úgy ítéljük meg, hogy a KETH-hez képest ez egy kicsit disszonáns, ezt esetleg meg kell nézni, hogy nehogy ebből később probléma legyen. Hanem ennek a tételnek a másik lába, hogy ez az összeg ott marad a szervezetnél, és a közlekedés biztonsági szervezetet illeti meg. Amiért ennek külön hangot adok, és mondtam, hogy államtitkár úrnak is emlékezni kell, az előző ciklusban előfordult, hogy akartunk már így otthagyni forrásokat, jelesül a rendőrségnél pont technikai fejlesztések kérdésében, akkor itt a házban ebből rettentően nagy vita kerekedett. Ezzel együtt, mivel jól körülhatárolt, hogy milyen esetekben lehet ezt a bírságot alkalmazni, és ezért mondtam, hogy ezt csak óvatosan fogalmazzuk meg, hogy aki az vizsgálatot megakadályozza, tehát aktívan részt vesz abban a cselekményben, ami meg akarja hiúsítani egyszerűen a vizsgálatot, ott tényleg lehet helye egy magasabb összegű bírságnak, és itt nem lehet azt mondani, hogy szíre-szóra alkalmazhat bírságot a hatóság, mert maga a feltétel, a körülmény jól körülhatárolt, tehát ezzel együtt elfogadjuk, de nem tudtam megállni, hogy ezt a kis hozzáfűzni valót ne tegyem. Tehát mi magunk is érdekeltek vagyunk abban, úgy, ahogy szinte szó szerint az államtitkár úr elmondta, a hatékonyabb ellenőrzésben, az arányos bírságolásban, és főleg abban, hogy ennek legyen visszatartó ereje is. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. László Tamás képviselő úr, következik Fidesz. Köszönöm a szót, tisztelt ház, államtitkár úr. A közlekedés érrendszer, organikus valóság, természeti folyamatok leképezése, ez egyik jellemzője a közlekedési rendszernek. Másrészt a közlekedés veszélyes üzem. Hogy ezt a kettősséget hogyan lehet eredményesen szolgálni, arra jó példa ez a törvénymódosítás. A vízi közlekedésről szóló 2000. évi 42. törvénymódosítására irányuló tervezett szabályozás a hajózási hatósági eljárások tapasztalatait hivatott beépíteni a törvényi rendelkezések közé, mindamellett, hogy a módosítás lehetőséget nyújt a jogalkalmazás segítő pontosításra és a törvény végrehajtását szolgáló jogszabályok és a törvényi szabályozás közötti összeegyezhetőség javítására. A javaslat célja, hogy a meghatározott, a kishajó lajstromban nyilvántartott vízi járművek vonatkozásában a nyilvántartásba vétel szabályai egyszerűsödjenek. A lajstromozási rendszer egyszerűsítésével kevesebb hiánypótlási eljárással számol a hajózási hatóság, ami révén az érdemi feladatok hatékonyabb teljesítése várható. A tervezett szabályozás több rendelkezés tekintetében a hajózási tevékenység és a kettelési célú hajózás elhatárolására irányul. Ez is egy üdvözlendő törekvés. A légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatát
A 2005. évi 184. törvény szabályozza, melynek alapján a független szakmai vizsgálatot a közlekedés biztonsági szervezet folytatja le. Hatályba lépett ugyanakkor a polgári légiközlekedési balesetek és repülő események vizsgálatáról szóló 996/2010-es EU-rendelet, amelynek közvetlen hatájából adódóan szükségessé vált a nemzeti szabályozás dereguláció szempontú felülvizsgálata, a nemzeti hatáskörbe utalt és végrehajtási jellegű szabályok megalkotása, és ezeknek a hivatkozott törvénybe iktatása. A 2009/18/EK irányelve alapján újra szabályozásra kerülnek a vízi közlekedési balesetek és események különböző kategóriái, a törvény továbbá kiegészül a balesetek és események vizsgálatára vonatkozó speciális szabályokat tartalmazó fejezettel. Mind az EU rendelet, mind az EK irányelv előírja, hogy szabályának megsértése esetére a tagállamok olyan szankciókat állapítsanak meg, amelyek hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek. A légiközlekedésről szóló 1995. évi 97. törvény baleseti és repülés biztonsági szolgálatok című fejezetének újra szabályozására azért kerül sor, mert az esemény vizsgáló szervezetre vonatkozó rendelkezések eddig több jogszabályban jelentek meg, megnehezítve az érintett szervezetek eligazodását az irányadó jogszabályokban. A módosítás alapján az érintett személyi körnek a légiközlekedési hatóság állami célú légiközlekedési szereplő esetén az állami légügyi hatóság engedélyével létre kell hoznia vagy csatlakoznia kell egy repülésbiztonsági szervezethez, mely az említett szolgálatok feladatait ellátja. Az új szabályozás nem érinti az egyes tevékenységek hatósági jóváhagyásához kötött kiszervezésének lehetőségét. A KBVT alapján meghonosodott vizsgálati rendszer pozitív tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendszer a vasúti közlekedés területén is alkalmazható lenne. Ennek a lehetőségét teremti meg a 2005. évi 183. törvény módosítása. Így azokban az esetekben, amikor a közlekedési biztonsági szerv nem kötelezett vizsgálat lefolytatására és saját döntési alapján sem indít vizsgálatot, az érintett üzemben tartót hívja fel annak elvégzésére. Az ágazati törvényekben szükséges annak a személyi körnek a meghatározása, akik biztonsági szervezetet vagy annak feladatát ellátó más szervezetet kötelesek fenntartani, vagy személyt foglalkoztatni, illetve csatlakozni olyanhoz, ami a feladatokat ellátja. A biztonságirányítási rendszer, illetve a vasútbiztonsági tanúsítvány és a vasútbiztonsági engedély megszerzésére nem kötelezett üzemben tartó esetében a vasútüzem vezető e feladatok ellátására alkalmaznia kell egy vezetőt, aki megbízható az üzemben tartói vizsgálat lefolytatásával. A rendszer bevezetése csekély ráfordítással végrehajtható. A törvénymódosítás a kormány deregulációs törekvéseinek jegyében született, kevés, de határozott kontúrokkal meghúzott szabály tartalmaz, így feltétlen elfogadásra javasolt. Köszönöm a figyelmet. Következik Bödecs Barna képviselő úr, Jobbik. Visszalép képviselő úr? Aha, tehát a fordított sorrendben. Rendben, akkor Korondi Miklós képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A T3298-as számú törvényjavaslat, amely az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szól, a salátatörvény jellege miatt valóban salátára sikeredett, hiszen több törvénynek különböző okok miatti módosítására készült, így az egyes törvényjavaslatok célja is sokféle lett. Van, ahol a bürokrácia egyszerűsítése a cél, például a vízi járművek lajstromozása esetében, több rendelkezés a jelenlegi szabályok pontosítására, így a hajózási tevékenység és a kettelési célú hajózás elhatárolására irányul, nagyobb részt az uniós szabályok átültetése miatt került sor a módosításra. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a tervezetek valóban a szakmaiság jegyeit viselik magukon, háttérbe szorítva azonban időnként a közérthetőséget, amelynek véleményünk szerint még az ilyen belterjesnek mondható jogi normák esetében is alapkövetelmének kellene lennie.
Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy valóban törvényben szükséges egy csónak hosszát meghatározni? Vajon ezek a technikai normák az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit tényleg befolyásolják? Véleményünk szerint nem kellene a törvényalkotásnak ezekkel a technikai normákkal foglalkoznia, elegendő lenne a kormányrendeletben meghatározni többségüket. Akkor könnyebben lehetne a gyakori változásokat is átvezetni, illetve módosítani. Hasonló aggályok merülnek fel azokban az esetekben, amikor a törvény előírása át sem veszi az uniós normát, hanem csak elegánsan hivatkozik rá, mint például a 17-es számú paragrafusban, amely csupa hivatkozás. Sok ilyen átültetést alkalmaz a tervezet. A jogalkalmazó tehát ismerje a jelen törvényjavaslatot, ezen felül vegye elő és csatolja hozzá az uniós előírásokat, azok mellékleteit, talán saját maga fordítsa is le, ha pedig módosítják az uniós normát, akkor azt nyomon követve magának módosítsa. A vízi közlekedésről szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatokkal egyébként egyetérthetünk. A technikai, illetőleg a pontosítási szabályok közé került a vasúti és a vízi közlekedés területén is fontosnak mondható módosítás, amikor azokban az esetekben, amikor a közlekedésbiztonsági szerv a törvény értelmében nem kötelezett vizsgálat lefolytatására, és a jogszabályban foglaltak alapján, saját döntése alapján sem indít vizsgálatot, az érintett üzemben tartót hívja fel annak elvégzésére. A légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005 évi 184-es törvény előírásainak módosításával a közlekedésbiztonsági szerv vizsgálati kötelezettségét csak a súlyos vasúti balesetekre teszi kötelezővé. Ezért a kötelezően vizsgálandó súlyos vasúti balesetek kategóriájába nem tartozó események tekintetében, amennyiben a közlekedésbiztonsági szerv saját döntése alapján nem folytat le szakmai vizsgálatot, a vasúti társaság biztonsági szervezetét hívja fel az üzemben tartói vizsgálat lefolytatására, amelynek eredményéről jelentésbe kell tájékoztatni a közlekedésbiztonsági szervet. A javaslat 16. paragrafusának 5. bekezdése átírja az egyes fogalmakat, így a vasúti baleset minősítése a következő, a vasutat érintő, a vasúti közlekedés során bekövetkező, káros következményekkel járó, nem szándékos esemény vagy események láncolata, amelynek kategóriái ütközés, kisiklás, baleset vasúti átjáróban, mozgójármű okozta személyi sérülés, tűzeset, és egyéb vasúti baleset. Ezek a fogalom meghatározások nem egyértelműek, hiszen véleményünk szerint minden vasúti baleset káros következményekkel jár, káros következmény már maga a vonat várakoztatása is, amíg vizsgálják az esetet például. Egyebekben a baleset pozitív eredménnyel nem is járhat. Sokfajta értelmezésre adhat okot a kategóriák rögzítése is, például baleset vasúti átjáróban történhet vasúti jármű közrehatása nélkül is, de az egyéb vasúti baleset meghatározása is túlzottan tág fogalom, szinte minden belefér. Szükségesnek tartanánk a fogalmak pontosítását. Egyetértünk a 17. paragrafus 1AC pontban leírtakkal, amely szerint a közlekedésbiztonsági szerv kivizsgálja a súlyos vasúti baleseteket. Viszont ugyanezen paragrafus C pontjában rögzített felhatalmazás kérdéseket vet fel. Vajon köteles-e kivizsgálni azokat az eseteket, amelyekkel kapcsolatban a vizsgálatot az infrastruktúra üzemeltetői, a közlekedési társaságok, a biztonsági hatóságok, továbbá nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió más tagállamának balesetvizsgáló szervezetei kérik? Vagy a döntés ebben az esetben is a közlekedésbiztonsági szerven múlik? A közlekedésbiztonsági szerv kivizsgálja a súlyos vasúti baleseteket, ez még érthető, de a rengeteg uniós tanácsi rendeletre, parlamenti irányelvre való hivatkozás megrendíti a jóhiszemű jogalkalmazóban is kialakult eddig sem jó véleményt. Vajon nem lenne jobb világosan megfogalmazni
a feltételeket, mivel így az EU norma változása miatt azonnal módosítani kell a törvényeket. Egyetértünk a vizsgálati eljárás pontosításaival, kiegészítéseivel, ideértve a közbiztonsági szerv hatáskörének és feladatkörének újraszabályozásával, a helyszín megbontásának egységesítésével, a képviselők jogainak rögzítésével, a vizsgálat lefolytatására és zárására vonatkozó pontosításokkal is. Azzal, hogy a közlekedés biztonsági szerv által kijelölt, meghatalmazott képviselő mellé a közlekedés biztonsági szerven és az üzemben tartón túlmenően a gyártó és a tervező tanácsadót delegálhat, amennyiben pedig meghatalmazott képviselő kijelölésére nem kerül sor, abban az esetben a tervező és a gyártó képviselője részt vett a vizsgálatban. Egyetértünk a bírság kiszabásával és mértékével is. Visszatérve vasúti és a vízi közlekedés területén is fontosnak mondható módosításhoz, miszerint a közlekedés biztonsági szerv, ha a törvény értelmében nem kötelezett vizsgálat lefolytatására, és a saját döntése alapján sem indít vizsgálatot, az érintett üzemben tartót hívja fel annak elvégzésére. A javaslat elkészítőjének egyszerű az elképzelése, minden vasúttársaság hozzon létre szervezetet a saját költségén. Ha kicsi a vasúttársaság, akkor rendeljen a másiktól, vagy csináljanak közös szervezetet. Ez a véleményük szerint nem igényel többletforrást, sőt, létszámbővítés sem. Nem tudom, hogy ehhez elegendő lesz-e 2012. január 1-i hatályba léptetés ezekhez a végrehajtásokhoz. A vasúti közlekedés területén a működő biztonságirányítási rendszer, illetve a vasútbiztonsági tanúsítvány és a vasútbiztonsági engedély megszerzésére nem kötelezett üzembetartó esetében vasútüzemvezető e feladat ellátására alkalmas, a hajózási engedélyeseknek pedig kötelezően alkalmazni kell egy a hajózási tevékenység irányítását ellátó, a hajózási tevékenység folytatásához szükséges szakmai alkalmasságát igazoló vezetőt, üzemeltetési vezetőt, aki szintén megbízható az üzemben tartói vizsgálat lefolytatásával, így az érintett szervezeteknél a rendszer bevezetése csekély ráfordítással végrehajtható. A vasúti társaság tehát létrehozhat saját biztonsági szervezetet, és annak feladata ellátására más vasúti társasággal szerződést is köthet. Azonban azzal a vasúttársasággal, amelynek vasúti pályahálózatán közforgalmú vasúti szolgáltatást is nyújtanak, szerződést nem köthet. Ez a vasúttársaság tulajdonképpen a MÁV, elmondhatjuk, hogy az egyetlen, amelyiknek aktívan működő vasúti biztonsági szolgálata van, megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező munkavállalókkal, működő szervezeti felépítéssel és szabályozással. Minden vasúti balesetnél elhangzik, hogy a rendőrség és a MÁV szakértőinek bevonásával vizsgálja a balesetet. Kérdezem, hogy miért kell a kis vasúttársaságoktól elzárni ezt a gyakorlatilag egyetlen lehetőséget. Itt ezzel kapcsolatban természetesen módosítási javaslatot fogunk benyújtani, és az előterjesztőknek tudniuk kellene, hogy jelenleg a MÁV is szét lett szervezve külön társaságokban. Vannak például a mozdonyvezetők, külön a vonat továbbítással foglalkozó személyzet, és külön az állomási személyzet. Már ezeknek is külön biztonsági szolgálatra lesz szükségük, mert a MÁV ZRT-nél lévő vasútbiztonsági osztályt nem vehetik igénybe. Szerintünk a biztonságirányítási rendszer részét képező szervezet bevonása a közlekedésbiztonsági szerv munkájába igenis lényeges többletforrást igényel. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy jelentősen kiszélesíti a közlekedésbiztonsági szerv tevékenységének információs bázisát, és ezzel a vasúti közlekedésbiztonsági javításának lehetőségeit. Az is igaz, hogy a MÁV esetében, amely már rendelkezik ilyen szervezettel, a módosítás pusztán a közlekedésbiztonsági szerv és a vasúti társaság kivizsgáló szervének munkája között teremteni meg a kapcsolatot. A Jobbik frakciója
mindezek figyelembevételével a törvényjavaslatot támogatásra alkalmasnak találta. Természetesen a törvényjavaslat jobbítása érdekében módosító javaslatot fogunk benyújtani. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Józsa István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagy örömmel hallgatom ezeket a hozzászólásokat, az az igazság, mert van annak valami diszkrét bája, hogy egy euroszkeptikus frakció, párt képviselője szakmailag korrekt, építő hozzászólást tesz az európai jogharmonizációs jogalkotás konkrét esetében, ami, valljuk be őszintén, nagyon kell. Tehát ez már egy évvel ezelőtt is jó lett volna, én már örültem volna két évvel ezelőtt is, ez most önkritika. Tehát ez a piacosítás, ez a dereguláció, ez mindenképpen segítheti a működést, segítheti azt, hogy bizonyos versenyfeltételek között a biztonság ne sérüljön. Tehát, hogy azok a feltételek, piaci versenyfeltételek között is, ami a biztonságot érintik, azok garantálva legyenek. Tehát ez a dereguláció, ami például a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi 183-as törvény rendelkezései a légiközlekedés mintájára kiegészülnek a biztonsági szervezetre vonatkozó szabályokkal, ez alapvetően helyén való, tehát ezek jó dolgok. Vagy ami a vízi közlekedésbe, a életbe egyébként is megjelenő, nem tudom mi a neve, hogy kettelési vagy valamilyen más sporteszköz, hát ezek ott vannak, már régóta ott vannak. Tehát a világ botránya volt, hogy a jetskiket a Szlovákiába kellett bejegyezni, mert Magyarországon valami egészen másnak minősült. Igazából nem is ezért szóltam volna hozzá, hogy ezeket, ami itt elő van terjesztve, most külön hozzászólással megtámogassam, hanem ami még ezután jön, és rendkívül égető feladat, csak egy példát mondok, a közlekedés biztonságnak a részletes szabályai. Ez a metrófékeknek az ügye. Tehát ha valaki nem tudná, most azért áll a bál az Alstom, a metrókocsikat szállító francia cég és a BKV között, mert a vasútbiztonsági szabályzat, amikor született Magyarországon, akkor még nem ismerték csak a mechanikus fékrendszert, és azt szépen leírták, hogy hogy kell függetlennek lenni a mechanikus megoldás esetén a fékrendszernek, és ebbe a megfogalmazásban, mivel nem ismerték a elektronikus szabályozást, hogy abban egy dobozon belül meg lehet valósítani két független szabályozási kört, ezért azt mondják, hogy ezt ők nem tudják a jelen biztonsági szabályok szerint függetlennek tekinteni. Európában 100 helyen működik, a magyar szabályzat még nem ismeri ezt a megoldást, így aztán nem is lehet ennek alapján engedélyezni. Tehát én az államtitkár úrnak mondom, hogy valami általános analógia törvényt be kéne vezetni, hogy amíg nem éri utol a közlekedésbiztonság részletes szabályozása, az uniós szintet, addig legyen már lehetőség arra, hogy az Európában alkalmazott analógiák alapján a felügyelet engedélyeket adjon ki, külön eljárás keretében, és meghivatkozhasson bizonyos uniós részletszabályokat. Tehát magyarul ne álljunk meg ennél, ami most itt van, hogy ezt az általános részt átvezetjük a magyar jogrendbe, hanem legyen egy általános felhatalmazó passzus, hogy ahol a korszerűség vagy egyéb okok miatt a magyar szabályozás alapján nem bírálható el egy kérdés, mert itt erről van szó, nem ismeri azokat a kategóriákat a magyar részletszabályzat, ami szerint Európában ezeket már engedélyezik. Tehát valami általános érvényű felhatalmazást kapjon a közlekedési főfelügyelet, hogy ne álljon meg az élet, ne kelljen a Versailles-i bíróságra menni, ne hirdessenek újabb ítéletet a
Kis Trianon kastélyba, hát ha ez is szerencsétlen lenne a számunkra, úgyhogy ne legyen már szabályozási oka annak, ami egyébként itt előre mutatóan a piaci működést segíti. Egyébként általánosságban én kérném a tárcát, hogy hozzon ilyen törvényt, vagy hozzon ilyen rendeletet, ha rendeleti szinten megoldható, amivel ezek a problémák nem merülnek fel. Köszönöm szépen. És akkor most következik Bödecs Barna képviselő úr, akit próbáltam már szólásra késztetni, de nem vettem észre, hogy akkor még csere volt ebben a sorrendben, most öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Én egyetlen egy pontjához szeretnék hozzászólni a javaslatnak. Itt ez a kedvtelési célú vízijármű használattal kapcsolatos hajózási engedély kérdése. Itt egyetlen egy mondat kerül a törvénybe megváltoztatásra. Ugye idáig úgy szólt ez az 51. paragrafus második bekezdés C pontja a vízi közlekedésről szóló törvénybe, hogy a természetes személy által kedvelési célból folytatott hajózási tevékenységhez nem kellett ez a hajózási engedély. Most viszont ez úgy fogalmazódik, hogy a vízijármű kedvelési célú használatához nem kell. Na most ez így előremutató, ám egy kicsit partalanná teszi ezt az ügyet az álláspontunk szerint, ugyanis az így belépő szabályozás egészen 24 méteres hajó hosszig kitolja akkor a kedvtelési célból tartott vízijárműnek a hajózási engedély nélküli üzemeltetését, ami ezen tevékenység várható felértékelődése kapcsán azért nem egy csekély méret és nem feltételenül nem szabályozandó kérdés. Ezért a frakciónk álláspontja az, hogy a vizeink biztonsága és a hajózás biztonsága érdekében egy ennél szűkebb hozparamétert kellene meghatározni, és adott esetben egy motorteljesítményt kellene meghatározni, ameddig ez a szabadság érvényes. Erre vonatkozóan konkrét javaslatot teszünk. A másik megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy célszerű volna a hajózási útvonallal érintett szomszédos országok ilyen irányú szabályozását is áttekinteni, és egy egységes szabályozást ezekkel az országokkal létrehozni, hiszen ez a kedvtelési célú hajózás a határátmenetekben is meg fog jelenni, illetve már meg is jelent. És még azt az egyet vetném föl, hogy ez az új megfogalmazás és magának a vízijárműnek a kezdtelési célú használata engedélyezése, szabad használata engedélyezése ebben a formában adott esetben az üzleti és a kedvelési célú hajózás közötti határok elmosódását is okozhatja, például adóelkerülési okokból is, tehát adott esetben egy gazdálkodó szervezet átadja a magánszemélynek ugye a birtokában lévő vízijárművet, és ettől kezdve azt állítják, hogy ez egy kedvtelési célú hajózás, ami feltehetőleg nem egy kívánatos gyakorlat, ezért kérem az előterjesztőt, hogy e tekintetben ne csak az általunk benyújtandó módosítót fontolja meg, hanem adott esetben ezt a szabályozási részt gondolja át, hogy ezeket a kockázatokat kivéthessük. Egyebekben Korondi úrral egyetértve a szabályozást támogatjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem, kíván-e még valaki szólni? A képviselőtársaim közül jelentkezőt nem látok. Kérdezem Fónagy János államtitkár úr. Igen, kíván szólni. Megadom a szót, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Előjáróban minden frakciónak köszönöm a szakmai hozzászólást és észrevételt, valamint a módosítókba is remélhetően megjelenő javaslatokat. Anélkül, hogy itt a válaszadásba a részletes vitát megelőzném,
engedjék meg, hogy néhány dologra reagáljak, éppen azért, mert a szakmai felvetések meggyőződésem szerint szakmai kormányzati válaszokat indokolnak. Az első az a Göndör képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban.